Sziasztok! Ebben a videóban láthatjátok tőlünk a téli kedvenceinket, mint ahogyan már nyáron is és ősszel is készítettünk kedvences közös videót, így most is elkészítettük, úgyhogy kezdjük is. Az első kategória szépségápolás, és nekem ebben az első kedvencem, ez a La Roche-Posay arckrém. Még régebben volt ilyenem, és tulajdonképpen egész jól be is vált, és nem is értem, hogy utána miért hagytam abba a használatát, és most így pár évvel később anyukám újra vett nekem egyet, és nem tudom, hogy mit csinálni, egyszerűen csodákra képes, hogyha valakinek problémás bőre van. Igaz, hogy azért pár hétig használni kell, mielőtt hatni kezd, viszont akkor tényleg nagyon látványosan hat. Akármilyen jó is egy krém, az nem feltétlenül hat mindenféle bőrtípusra, de szerintem érdemes kipróbálni, többféle termék is van ebben a termékcsaládban, hogyha esetleg ez nem válik be, akkor el lehet hozni más krémekből is termékmintákat, és ki lehet őket próbálni, úgyhogy szerintem mindenképpen megéri. A szépségápolás témakörben az első, ami a kedvencem lett, az a The Body Shopnak a papajás tusfürdője. Ezt a húgom takartam a névnapomra, és még csak háromszor, négyszer használtam. De nagyon-nagyon finom illata van. Nagyon finom illata van. Nagyon finom. Nem tudom megmondani, hogy mennyibe kerülhetett, bár tudom, hogy ezek a Body Shop-os termékek nem olyan olcsók, de hát köszönöm a húgomnak. A következő kedvencem a téli időszakban, ez a szemhéjtus volt. A Rossmannban vettem, az a baj, hogy a márkájában nem vagyok biztos, de az van ráírva, hogy... Inkább megmutatom. Majd én inkább kiejtem. Rival Danube Young. Igen, ez van ráírva, nem vagyunk valami jó franciából, hogy hangol, akkor így néz ki, mintha egy filtra lenne. Nekem nagyon jó, sokkal kényelmesebb, mint az előző volt, ami úgy nézett ki, hogy így ki kell csavarni, és akkor mindig újra bele tunkolni, mielőtt vonalat húzok. Szóval ez szerintem nagyon jó, mintha egy ilyen filtrával vagy ceruzával csinálnám meg a szemem. A következő kedvenc nekem a L'Oréal-nak ez a samponja, ami frissítő sampon van ráírva, ilyen multivitaminos, friss, nagyon-nagyon jó illata van. Nagyon jó. Uh-huh. Amikor hétköznap vagy bármikor csak ugye hajat kell mosnom este, és nagyon-nagyon fáradt vagyok, akkor utána annyira felfrissít, hogy tényleg teljesen energiával telideszek. De ez egy új, szóval, hogy kettő van belőle, mivel szerencsére anyukám kettőt vett, és az egyiket már használtam, az félig van, és ez teli van, szóval ezért van ez teli. Oké, nem akartam beszélni. Csak úgy mondtam. Tudjuk. A következő kedvencem egy körömlak, méghozzá a Maybelline-nek ez a kolorálmás körömlakja. Rózsaszín, ahogy láthatjátok. 26-os árnyalat, és ezt még a szülőnapomra kaptam egy barátnőmtől. Nagyon szeretem, és szerintem a minősége is elég jó, szóval fennmarad. Körömlak témakörben nekem a nagy kedvencem lett az Essence-nek ez a nail artos dry drops, az van ráírva. Igazából ilyen cseppecskéket lehet vele kinyomni, mivel ilyen csepegtető van benne, tehát nem ecset, és szárítja a körömlakkot, tehát hogyha rákensz egy réteget a körmedre, akkor egyből rácsöppentesz egyetlen egy cseppet, és nem csak gyorsabban szárad meg, de több ideig marad rajta a lak, mivel ez úgymond védi, ezért is vettem meg, és ezért is használom, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Az utolsó kedvencem ebben a kategóriában egy parfüm volt, méghozzá az Avonnak ez a Perceive parfümje, és csak egy ilyen kicsi változat, ami simán befér egy táskába, vagy akár egy zsebbe, és szerintem nagyon praktikus is, és az illata pedig nagyon finom, tehát hát ezt sajnos nem tudom megmutatni, hogy milyen illata van, de nagyon, nagyon jó. Mivel nem annyira sok van benne, ezért viszonylag gyorsan fogy, próbálok is vele spórolni, de hogyha... Töltöd vízzel. Igen, szoktam. Egy kicsit erős illata van, ilyen virágos, igen, azt mondanám. Biztos, hogy nem gyümölcsös, és nem is ilyen egzotikus, hanem virágos. És szerintem nagyon jó. Most itt szagolgatom. Még a blogban volt egy olyan bejegyzésünk karácsony után, hogy miket kaptunk karácsonyra, és ott már láthattátok, de nyilván kevesebben nézik a blogot, szóval gondoltam, hogy itt is megmutatom, hogy egy testápoló és egy parfüm volt összerakva David Beckham-nek a női testápolója és David Beckham-nek a női testápolója.
Tehát David Beckham márkájú, és nagyon-nagyon finom illata van, mint a parfümnek. Szegem meg. Tetszik. Mind a parfümnek, mind a testápolónak. És a sminkek témakörben egy nagyon nagy kedvencem lett a Baby Lips-es ajakápolók. Mivel ezeket Magyarországon eddig nem lehetett kapni, csak pár hete láttam a Müllerben, hogy ott most már árulnak, és nagyon-nagyon nagy a választék. És van egy ilyen cseresznyés illatú pirosam, amiben már hát, úgy használtam. Úgy használtam nagyon sokat, szóval úgy látszik, hogy lassan fogy, de ezt még Bécsben vettük karácsony előtt, szóval micsoda? Jönnek el egy évig? Igen. Tehát nagyon-nagyon kitart. Ez pedig most már Magyarországon Müllerben, és ez pedig barackos. Úgyhogy nagyon fin és nagyon jó ezzel kenegetni mindig a számat, úgyhogy mindenkinek csak ajánlom ezt is. Könyv kategória. Nem mint hogyha olyan sok időnk lenne olvasni amúgy is suli időben, ami elég kár, mert én inkább alszom a buszon, vagy pedig tanulok, de azért sikerült egy könyvet kiolvasnom télen, amit már a blogban is láthattatok. Ez, amit karácsonyra kaptam, a Brida című könyv Paulo Coelho-tól, és nekem nagyon tetszett, szóval ez is olyan, hogy tele van ilyen életbölcsességekkel, meg okosságokkal, kb. Minden oldalon lehet találni egyet, és tényleg van mondani valója, ami nagyon jó, és a története is nagyon érdekes, ugyanis egy kicsit ilyen boszorkányos és misztikus, tehát nem annyira tűnik természetesnek, viszont valós eseményeken alapul, tehát valószínűleg van benne valami, és ettől nekem csak még jobban tetszett, hogy ez egész nem csak egy kitaláció. Ezen a héten nekünk a suliban síszünetünk volt, és így végre időm volt egy kicsit olvasni, és egy barátunk kölcsönadta a Szürke 50 árnyalata című könyvet. Hát igen, végigolvastam, igazából mennyi? 500-520 oldalas, szóval ez nem egy olyan elolvasom egy délután alatt könyv. Több véleményem is van róla, igazából nem tudom eldönteni még, hogy tetszett vagy nem tetszett. Alapjáraton tetszett az a része, hogy ugye ilyen romantikus, nyilván minden lány szereti olvasni ilyen könyveket, hogy jaj, aranyos benne a srác, meg minden, szépeket mond a lánynak. Bár egy idő után nekem kicsit elkezdett hasonlítani a története az Alkonyatéhoz, tehát hogy annyira ugye a szereplőknek a jellemvonása, meg minden, amit csinálnak, az teljesen ilyen alkonyatos volt. És aztán az interneten is láttam, hogy ott is több ilyen hát ilyen hozzászólás, meg ilyen vélemények vannak róla, hogy tényleg olyan mindenki szerint, mint az Alkonyat. Illetve hát igen, ugye nagyon a testi kapcsolatra megy rá az egész könyv, elég részletesen ír róla. Igazából ez nekem a végére vált már idegesítővé. Hát igen, összességében biztos, hogy meg fogom nézni a filmet is, mert érdekel, nem bántam meg, hogy elolvastam, de egyrészt aki fiatalabb, azoknak nem annyira ajánlom. Illetve, hát igen, fel kell készülni arra, hogy elég sok minden hasonlóság van benne, mint az apjánban. Következő kategória a kedvenc játék kategória, ami tulajdonképpen csak nekem van, ugyanis még a tédi szület előtt elkezdtem játszani a Candy Crush-sal, ami nagyon sokan figyelmeztettek rá, hogy függőséget okoz, és hogy nem bírok róla leszállni. De azért továbbadod és a videónk keresztül. Igen, mert azon kívül nagyon jó. Szóval nem tudom, hogy mit csinál ez a játék, de az biztos, hogy a téli szünetem nagy részét kitöltötte. Nagyon ajánlom, hogyha esetleg unatkoznátok, vagy már csak kíváncsiak vagytok rá, nekem ez volt a kedvenc játékom. Nekem a kedvenc édességem igazából ezen a héten lett a Korni nevű hogy hívják? Ez műzlítelet, igen, köszi. Szóval ez a csokis banános verzió, de amúgy még van belőle több is. Már elég régóta ismerem, régen is szerettem, meg minden mindig itt a napukán vette, és akkor én ettem meg az övét is, mivel nagyon-nagyon ízlik, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki. És emellett a kedvenc italom az a Pure Fruit nevű, hát ez eples banános italka. Gyümölcspüré van benne, és ebből is nagyon sokféle variáció van, tehát ez most az eples banános. És arra is ajánlom, hogy akár suliba vigyétek, mivel nekem úgy erőt ad a suliban, meg
nem leszek túl annyira éhes, se szomjas, szóval igen. Viszont elég picike és ahhoz képest elég drága, úgyhogy sajnos árban nem olyan legjobb kategória, viszont nagyon-nagyon finom és egészséges. Ez fontos. Következő kedvencem erre a hónapra egy weboldal, pontosabban a calm.com. Ez egy olyan oldal, amit akkor tud az ember felkeresni, vagyis akkor jó, ha felkeresi, hogyha éppen nagyon ideges vagy stresszes időszaka van. Ugyanis nem tudom, hogy ez pontosan hogy működik, de nagyon megnyugtat. Tulajdonképpen abból áll az egész weboldal, hogy lehet választani valamilyen tájat, ami nem csak a képet látja az ember, hanem maga mozog is, akár egy erdő, vagy tenger, vagy víz alatt, vagy naplemente, vagy akármi. És alatta pedig valami relaxáló zene megy, de annyira jó, hogy tényleg van, hogy csak így rákapcsolok az egyikre, és csak így bámulom a képet, és teljesen olyan, mintha ott lennék például a tengerparton, és közben hallom, ahogy csobognak a hullámok. Ezt mindenképpen ajánlom, majd a videó alá be is fogom linkelni, hogy meg tudjátok találni. Szerintem nagyon megéri, mert akár elalvás előtt, vagy dolgozat előtt, vagy akár mikor egy pár percig nézitek, és nagyon megnyugtató. Közös kedvencünk lett az American Horror Story nevű sorozat, amit hát igen, a címéből is kiderül, hogy horror. Eddig 4 évada van, és minden 4 évad másról szól, tehát egy más történetet visz végig. Az elsőben például szellemes sztori volt, a második évadban bolondok házáról, vagy hát ilyen elmegyógyintézetről szólt a történet. A harmadik évad az boszorkányos volt, és most a negyedik pedig egy ilyen freak show van a középpontban, tehát ilyen furcsa lények. Na mindegy, a lényeg az, hogy a színészek ugyanazok mindegyikben, tehát pár színész például mind a 4 évadban szerepel, csak ugye más névvel, más körülmények között találkozhatunk velük, és ez nagyon izgalmas. Másrészt pedig tényleg nagyon ijesztő. Vannak olyan évadok, amikben főleg az ilyen lelki traumára mennek rá, tehát annyira stresszel az ember, igen. És vannak, például a harmadik évad, az csak simán gusztustalan volt, tehát abban nem voltak annyira olyanok, hogy parázok, de iszonyú gusztustalan. Tehát aki nem bírja ezt idegekkel, vagy pedig gyomorral, tehát annak nem ajánljuk. De egyébként nagyon jók a történetek maguk, hogyha elvonatkoztatunk attól, hogy mennyire ijesztő, akkor nekem a karakterek azok nagyon tetszenek, és a történetek is. A mostani kedvenc zenéinket is beraktuk egy újabb lejátszási listába, amit a csatornánkon tudtok megtalálni. 2014-15-ös téli kedvenc zenék, vagy lejátszási lista a neve. Kb. Olyan 10-15 szám van rajta, úgyhogy nem annyira sok, 15. Közösen raktuk bele, tehát az én kedvenceim is, meg Lina kedvence is. Érdemes meghallgatni, mert ezek azok a zenék, amiket tényleg nagyon ajánlunk, és szerintünk nagyon jók. Ezen kívül tervezünk egy olyan videót, amelyikben a ti kérdéseitekre fogunk válaszolni. Mivel elég sok videó alá kapunk mindenféle kérdéseket, ezért elég nehéz összeszedni, és sokszor vannak ugyanazok a kérdések is. Ezért úgy gondoltuk, hogy ez alá, a videó alá írjátok le azokat a kérdéseiteket, amik érdekelnek titeket, és abból a legjobbakat, vagy a legérdekesebbeket ki fogjuk választani, nagyjából olyan 20-at, és azokra fogunk válaszolni egy következő videóban, nem biztos, hogy a legközelebbiben, de valamikor a közeljövőben. És tényleg csak azok a kérdések számítanak, amik ez alá, a videó alá érkeznek, mert így könnyebben össze tudjuk őket szedni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót! A leírásban még az egyéb dolgok mellett megtalálhatjátok a blogunknak és a legújabb Instagramunknak is a linkjét, úgyhogy mind a két helyen tudtok még minket követni a csatorna mellett. És találkozunk a legközelebbi videóban! Sziasztok!